Sziasztok! A mai videó egy picit más lesz, ugyanis gondolnátok vagy nem, de már majdnem 10 000-en vagyunk a csatornámon, és ez hihetetlen. Így kiöltöztem. Nem akarok előre inni a medve bőrére, de azért remélem, hogy meg lesz az a 10 000. Szeretnék nektek egy olyan videóval előállni, amiben jobban megismerhettek. Majdnem 10 000. El sem tudjátok képzelni, hogy mit jelent ez számomra. Mondjuk egy ruha ára az arából. Holényi Zita vagyok. Április 17-én töltöttem be a 25. évemet, ami azt jelenti, hogy Kós csillagjegyű vagyok. Szerintem ez egyáltalán nem meglepő. Győrben láttam meg a napvilágot, de szüleim mindig is Mosonmagyaróváron éltek. A tanulmányaimat a gimnáziumig bezárólag itt Mosonmagyaróváron végeztem, és én voltam az a tipikus 18 éves, akinek halvány lila fingja nincs arról, hogy mit akar kezdeni magával a jövőben. Úgyhogy én érettségikorra, jelentkezéskor csak annyit tudtam, hogy én el akarok takarodni ebből a porfészekből, én pesti lány akarok lenni. Na jó, mondjuk azt is azért, hogy tovább szeretnék tanulni, és hogy valami nyelvet is szeretnék tanulni emellett. Úgyhogy elsőnek becéloztam a BGF Külkeren egy alapképzést, aztán nem sokkal a leadás előtt kiderült, hogy borzasztóan lecsökkentették az államilag támogatott helyek számát. Én tudtam, hogy nem engedhetem meg magamnak a fizetős képzést, és azt is tudtam, hogy nyilván a kockáké lesz az összes államilag támogatott hely, ezért ki kellett találnom valami mást. Ugyanúgy a BGF Külkerre jelentkeztem viszont nem alapképzésre, hanem 2 éves felsőfokú szakképzésre, ami igazából ugyanaz, mint az alapképzés, csak mindent 2 év alatt kell megtanulnod, és még a szakdolgozatodat is idegen nyelven kell írnod. De úgy voltam vele, hogy én nem fogok felvenni diákhitelt azért, hogy elmehessek alapképzésre, amiről majd fél év múlva kiderül, hogy rohadtul nem tetszik. Így pedig, hogyha 2 éves képzésre megyek, én ugyanazokat a tárgyakat tanulom, ugyanúgy vizsgázok, mint az alapképzésesek, és hogyha annyira megtetszene, és szeretnék tovább menni alapképzésre, akkor ezeket a tárgyakat nekem mind be tudják számítani. Fel is vettek erre a gazdasági idegen nyelvi menedzser nevezetű szakra, viszont mielőtt felköltöztem Pestre ősszel, el kellett mennem dolgozni. Mivel kellett egy laptop a tanulmányaimhoz, így az első munkahelyem nyáron több mint egy hónapig egy retkes sajtgyár volt. Igazából egyáltalán nem bánom, mivel ez alatt a több mint egy hónap alatt teljesen megvilágosodtam és rájöttem, hogy jobban teszem, hogyha tanulok. Eljött az ősz, és a nagy pesti lány boldogan költözött fel Budapestre, Mátyásföldre, a Budapest vége táblától 5 percnyire, a Deák tértől pedig 40 percnyire tömeggel. Mikor először realizálódott bennem, hogy hol is van ez a kollégium valójában, hát megfordult a fejemben, hogy most komolyan ezért költöztél te fel Pestre? Azért nyilván félteni engem sem kellett a 2 év alatt, ha nem is olyan rengeteget, de azért eljártam rendesen bulizni. De nem szeretnék annyira előre szaladni, mivel vissza szeretnék térni az első évem végére. Tök jó tanuló voltam, nagyon jó ösztöndíjakat kaptam, viszont anyukám közölte velem, hogy ha végeztem, haza kell jönnöm, mert ő nem tud nekem többet segíteni sajnos, és mindenképpen el kell kezdenem dolgozni. Jöjjek haza, találjak egy munkát, és akkor kitalálom, hogy mit szeretnék majd tanulni, és hogyha tudom magamnak finanszírozni, akkor elkezdek valamit. Be kell, hogy valljam őszintén, nekem ez a közgáz dolog nem igazán tetszett. Voltak részek, amik tetszettek benne, de a legtöbb az nagyon unalmas volt számomra, és nem tudtam elképzelni magam egy multicégnél, egy íróasztal mögött, Excel táblát bámulva. De még mindig nem tudtam, hogy mit is akarok csinálni, igazából tudtam, hogy valami kreatívat, meg pörgőset, de ennél tovább nem jutottam. Nyilván itt nem állt meg a történet azzal, hogy anya megmondta, hogy haza kell jönnöm, hanem mi elkezdtünk gondolkodni már az első év végén, hogy na jó, hazajövök, ide Mosonmagyaróvárra. Akkor mik a lehetőségeim?
Ugye egy elég nagy lehetőség az, hogy itt van Ausztria a szomszédban, tehát ki tudok menni Ausztriába dolgozni. Kettő, nem tudom mennyire tudjátok, de Moson-Magyaróvárra fogászatok mekkája. Ezért el is végezhetek éppen egy fogászati asszisztensi sulit, és talán könnyebb lesz elhelyezkednem a városban. Úgyhogy anyukám fogta magát, és beiratott ide Óvárra egy fogászati asszisztensi iskolába. A probléma az volt, hogy én elkezdtem a második évet Pesten a BGF-en, és nem tudtam ketté szakadni, tehát hogy valakinek meg kellett jelennie Moson-Magyaróváron is. Ez pedig nem volt más, mint ő. Igen, az anyukám járt el a fogászati suliba jegyzetelni nekem, és megnyugtatni a többieket és a tanárokat, hogy ez a lány létezik, csak majd vizsgázni fog jönni. Eltelt a második év is a főiskolán, megírtam a szakdolgozatomat, meg is védtem. A hazaköltözés Pestről érzelmileg elég megterhelő volt, de hazajöttem, elmentem a Soundra egy jó nagyot bulizni, onnan is hazatértem, és rájöttem, hogy basszus, nekem egy év fogászati anyagát kell benyalnom egy hónap alatt. Ilyenkor a normál ember fogja magát, leül és elkezd tanulni. Hát én nem így tettem, mivel addigra engem annyira frusztrált, hogy nincs saját pénzem, hogy jelentkeztem egy ruhaboltba eladónak. Ami azt jelentette, hogy csak este tudtam elkezdeni tanulni. Minden éjszaka rengeteget tanultam, és kicsivel több, mint egy hónap alatt sikerült benyalnom ezt az óriási lexikont úgy, hogy kitűnőre vizsgáztam. Olyan büszke vagyok rád. A vizsgám után jelentkeztem egy fogászat álláshirdetésére, el is mentem az interjúra, és enyém lett a munka. Úgyhogy nem egész két hónap után ott hagyhattam a ruhaboltot, ami tökéletes volt arra, hogy rájöjjek, hogy kereskedelemben sem akarok dolgozni, és elkezdtem dolgozni a Helios Dentálnál, és immáron 4 éve erősítem, vagy épp gyengítem a tímet. Már 1 éve dolgoztam a rendelőben, mikor is kitaláltam, hogy én nem szeretnék megállni a tanulmányaimmal, és jelentkeztem Budapestre egy iskolába, klinikai fogászati higiénikus, azaz dentálhigiénikus képzésre. Ez egy hétvégi iskola volt, úgyhogy mellette zökkenőmentesen tudtam dolgozni, viszont az elvárások és a tananyag az azért nagyon kemény volt, de hát nyilván ez már egy magasabb szint. Mivel már ott dolgoztam a rendelőben, ezért mindig számíthattam a kollégáim segítségére. 22 éves voltam, a tanulmányaim rendben voltak, volt egy jó munkahelyem, viszont valami nem passzolt. Méghozzá az, ahogy érzem magam a saját bőrömben, hogy nem tudom elfogadni magam úgy, ahogy kinézek, hogy undorodok magamtól. Ezért úgy döntöttem, hogy itt az ideje változtatni, úgyhogy fogtam magam, leadtam azt a felesleges 40 kilót, és így lettem jobban magammal végre. Itt azt hiszem, le is zárnám a videót egy utolsó gondolattal méghozzá, azzal, hogy én olyan ember vagyok, aki ha akar valamit, akkor azt véghez viszi. Viszont itt jön a buktató, nekem nem elég akarnom, nekem k***ra akarnom kell. Én lefogyhattam volna 18 évesen, és mégis 22 évesen jutottam el arra a szintre, hogy most már változtatnom kell. A kreativitás az, hogy valamit szeretnék én magam gyártani, a divat iránti szeretet már nagyon rég bennem van. Mégis most áprilisban jutottam el addig, hogy meg szeretném nektek mutatni. És most itt van augusztus, és már vagyunk majdnem 10 000-en. Úgyhogy srácok, én köszönöm nektek, és örülök, hogyha tetszik, amit csinálok, mivel teljes szívből csinálom, és imádom nektek gyártani a videókat. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!